A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén tárgyaltak a Bocskai utcai pincebeszakadás pályázatáról is. Ebben az esetben a munkát már megrendelte a város, a feltárás hamarosan megkezdődik. Egyeztetek Szekszárd különböző bel- és külterületi ingatlanjairól, amelyek zömében egykori szőlőtermelésre alkalmas területeket, vagy domboldali szántókat jelentenek. Ezek bérleti díja nem fog emelkedni. Máté Péter önkormányzati képviselő elmondta, a Bogyiszlói úton található vízmű vastalanító telepe is napirenden volt. Vízmű vastalanítónak a telepét azt a magyar állami vízműveknek az egész vízi közmű vagyonnal együtt átadjuk, viszont van egy olyan része, ami ehhez tartozott, de ezt leválasztjuk róla, és ennek a műveltségét meg kell változtatni, így az ipari park területéhez hozzá lehet kapcsolni, és ez egy értékes ingatlan lesz ettől kezdve. Jelenleg egy kicsit vizásos, de azt föl lehet tölteni, úgyhogy itt egy műveltségváltásról van szó, és ettől kezdve az ipari park területe nagyobb lesz. Ez a városi vagyont fogjuk gyarapítani vele. A megnyitás előtt álló Lidl áruház környékén több, mint 30 parkoló építésére készített a város terveket. Ezek kivitelezéséről a jövőbeni egyeztetések során döntenek február 1-ig. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén összesen 6 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.